Baleset történt Tiszaföldvár és Künszen között a 442-es főúton lévő vasúti átjárónál kora hajnalban. Egy kamion vonattal ütközött össze. Tiszaföldvár felé haladt a kamion, amikor a vasút közút kereszteződéséhez érkezett. Jelenlegi információink szerint a sofőr figyelmen kívül hajta a vasúti fényjelző készülék tiltó jelzését, Ráhajtott a sinekre, és a kamion jobb elejével érintőlegesen ütközött az odaérkező motorvonattal. Személyi sérülés nem történt, azonban a kamionban és a motorvonatban jelentős az anyagi kár. Információink szerint a vonaton 20 utaztak, értük mentesítőjárat érkezett. A helyszíni szemle idejére teljesen lezárták a 442-es főút ezen szakaszát. A Kunszer Mártoni rendőrkapitányság a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetése miatt folytat eljárást.